A kötelező régészeti feltárásokkal kezdődött meg Visegrádon az iskola beruházás. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében több mint 500 millió forintos kormányzati beruházásból egy új, 6 tantermes épülettel egészül ki az intézmény, ahol számítástechnikai, művészetoktatási és fejlesztő pedagógiai terem is lesz, mondta Félegyházi András polgármester. Mivel a tervezett épület védett régészeti területen van, a kivitelezés megkezdése előtt feltárásokat kellett rajta végezni. Félegyházi András polgármester kiemelte, a tanévkezdés hetére befejezték a munkálatokat a Szentendrei Ferenci Múzeum, valamint a helyi Mátyás Király Múzeum munkatársai. Hangsúlyozta, az ásatási területet körbekerítették, hogy biztonságos környezetben kezdődhessen meg a tanítás a diákok számára. Tavasszal megkezdődött már még az iskola ide alatt a hátsó úgynevezett dühöngő részen a kutatás. Ott egy olyan középkori épület alapfalát találták meg a régészek, aminek viszont elejét, végét nem lehetett látni abban a feltárásban, és ezért volt indokolt az, hogy nyáron a iskola idő után, illetve valójában a palotajátékok után tudták elkezdeni, addig használatban volt az udvar és egyebekre, a feltárást folytatni lehessen, és gyakorlatilag az udvarnak azon területén, ahol most épület nem áll, ott tulajdonképpen teljes körűen el lehetett végezni, most már elmondhatjuk a régészeti feltárást. Félegyházi András elmondta, a régészek közel 80 sírt tártak fel, amelyek abból az időszakból származnak, amikor az iskola épülete még templom volt. Az 1700-as években a betelepülő németek első, illetve második nemzedéke temetkezett ide. A polgármester kiemelte, egy középkori falon kívül nem került elő más olyan lelet, amely az építkezést befolyásolná. A feltárások miatt a beruházás megkezdése közel másfél hónapot késik, tért ki rá Félegyházi András, majd hozzátette, ha építkezés közben került volna elő valami a földből, az jobban megnehezíti a munkát. Ezt a feltárást mindenképpen el kellett volna végezni, csak már akkor az építkezés közben, és akkor mindenképpen akkor okozott volna fennakadást, most sokkal inkább volt kezelhető, tehát nem most azért ezzel a csúszással, ami kétségtelen, elejét tudjuk venni későbbi meglepetéseknek, amik viszont később a kivitelezővel történő vitákat, ottani időcsúszást, akadályközlést, egyebeket jelent. A régészek mindent megtettek annak érdekében, hogy ez viszont gyorsan, vagy a lehetőség szerint gyorsan legyen, hát az időjárás nem volt velük, mert a munkagödör az gyakorlatilag heti rendszerességgel vált uszodává, és ott sajnos meg kellett válni nem csak azt, hogy elálljon az eső, de az, hogy az a víz onnan elszivárog, ékápárologjon. A polgármester elmondta, a feltárások végeztét követően néhány héten belül befejezik a kiviteli terveket, és megkezdődhet a közbeszerzési eljárás. Ennek lefolyása időben nehezen behatárolható, akár fél évig is eltarthat. Félegyházi András arról is tájékoztatott, hogy a kivitelezés folyamán lebontják az iskola kisépületét, ezért az építkezés időtartama alatt a gyerekek egy konténer épületben fognak tanulni. Erre az időszakra konténerekben fogják folytatni a tanulást az alsótagozatosok, a konténerek pedig a tornacsarnok előtti, tornacsarnok Duna felüli homlokzata előtti murvás területen lesznek majd. Attól az időponttól mindenképpen, amikortól a kisépület már nem lesz használható. Egyébként bármilyen furcsa, egy ilyen ideiglenes konténerépítményt is ugyanúgy engedélyeztetni kell építéshatósági értelemben, mint hogyha egy végleges épületet építenénk, tekintettel arra, hogy a építési jog nem tekinti ideiglenes építménynek. Ennek az engedélyezés tetése megkezdődött. A beruházást követően tervben van még az iskola öreg épületének felújítása is, ám azt teljesen önkormányzati erőből fogják megvalósítani, mondta el Félegyházi András polgármester.